Hali hajó gyerekek, itt van Keeper veletek. Na, most találtam ki ezt a gyönyörűséges, csodálatos, szuper jó. De ugocs, na figyeljetek, az a szituáció, hogy már megint miért ilyen rohadt hangos ez a játék? Egyébként ezelőtt is olyanokat csinál, olyan érdekes dolgokat csinál a játék, hogy az hihetetlen, miért a betöltésre mi ez Keeper? Hogyha hangot így állítod, nem, kicsi van a hang. És változik a hangerő. Pedig hogyha lefele állítod, akkor is fölfele, érdekes. Na gyerekek, rámegyünk a dolgokra ezerrel. Aha, köcsög, köcsög. Imádom ezt a fegyvert, gyerekek, király nagyon. Nyakon vágtuk egy kicsit. Csávót. Na, lesznek egyébként problémák. Ja, megint támadják ezeket, ugye azt írta ezelőtt, hogy ezt, megint meg kell védeni őket, érdekes, ez mi az a szituáció. Nézzétek, a hullák nem tűnnek el, tök durva. Igen, kettő darab ellenség elvileg van itt a közelben. Biztam benne, hogy vonat túloldalán vannak. Az előszerezt kell. Újabban már ilyen mezei banditáknak is ilyen érző fegyverük van. Á, de hülye. Csávó kifele jön. Bazd meg. Hallod? Elég jól lehet intézni ezeket már. És mi mindig vérzünk, jó. Ez egy táborvédelem sikertelen, hülye vagy? Nem nagyon értem ezeket a dolgokat. Mi sikertelen rajta, amikor ide értem és... Kinyírták őket, vagy mi történhetett? Sokan vannak. Jó, sokan vannak, még mindig. Kicsit belevállalósan játszok újabban. El is fogytak, ugye? Jó, gondolom kinyírták a nézéket, haverokat. Ezért nem nagyon sikerült ez a táborvédelem dolog. Viszont van probléma. Leginkább az a probléma, hogy fullon túl vagyunk terhelve, úgyhogy most itt el kell döntenem, hogy mi az, amit fordok magamnál, és mi az, amit nem. Úgy gyerekek, ez nem nagyon boldogító dolog. Én ezt mondom, hogy ebből a lőszerből mindet eldob, és akkor lemegyünk 50-re. Azt a betyáró istenit. Hát mindegy. Ez a legszarabb pegyverem, úgyhogy ezt fogom eldobni. Gyerekek, mi az? Mera. Azt hittem, hogy az Priluki nevű. Volt régen az a cigi. Hát ezeket mindenkit kinyírtak, az a lényeg, ugye jó, hát elcsesztük elvileg. Na, viszont nekünk van egy olyan feladatunk. Hoppa, ott van egy titkos hely. Titkos hely. Ugye, hogy megölsz ellenfeleket és megnézed az inventoriukat, akkor ugye kiderülnek különböző titkos helyek, tudomásodra jutnak. Szóval iszonyatosan hamar elfáradunk, és nem tudom, hogy hol van. Ez lehet, hogy ott fönn van. Hát... Szóval próbálok ugrani, nem nagyon nagy sikerrel. Igen, ez lehet, hogy ott fönn van, és oda fel tudok egyetlen menni. De nem tud ugrani, hallod. Hát ezt szerintem kihagyom, nem tudom, hogy hol van itt cucc. Lehet, hogy alatta.
Hát, hogy alatta valahol? Nem, gyerekek, hát nem tudom hol van, most ezt nem akarom megkeresni, akkor itt tökörészni. Menjünk aztán, ugye vissza akarok menni ahhoz a kereskedőhöz, de az a baj nagyon minimálisan. Túl vagyok terhelve. Nem tudom, hogy mit dobjak ki. Az meg ugye kell. Ebből kéne kidobnom, nem? Annyit eldobok, hogy levenjek 50 alá. És akkor ugye tudok futni. Sőt, akkor kiveszem ezt is. Most egyelőre nem kell. És akkor elvileg nagyon jól fogok tudni futni. Jó. Ja, megyünk akkor haza, jó? Úgymond. Úgy, ilyenkor figyelj, nézzétek, nem is fogy a staminám szinte. Ezért miatt ugye a három artifaktben van, vagyis képződmény. Valaki észrevettek? Köcsögök vannak, nem hiszem el. És ezek már... Megfigyelitek. Te nagyon bekerítettetek, bazd meg. És már minden egyének gépfegyvere van, az tök jó. Ja nem, izéljön, SMG-ben. Bazd meg ez... Nem bírom úgy nyomni a... első segélycsomagomat. Aha. Ez jó, az segítő volt, vagyis semleges, de ugye... segítőnek mondható. Szóval, bocs. Nem akarok kötekedni veled. Hidd el. Mennék tovább az utamon. Ja, vannak ilyenek ugye, amikor segítenek. Na, itt van valami. Titkos hely. Ezt meg kéne lesni, de hogy tudok oda bejutni? Ja, jók ezek a staminás, vagy... állóképességet növelő. Hoppá, itt van valami. Mi ez? Egy kereszt. Hoppá! Egészség 200%, hülye vagy? Ezt rakom is be, egészség 200%. Akkor az mi az? HP-mat növeli, gondolom. Úristen. Ez nagyon brutál. Ebből kell eldobnom. Na jó, menjünk haza. Egészség 200%, gondolom, hogy nem mutatja, de lassabban sebződök. Hát mit mutatott? Ja, azt, hogy ott ugye... ott volt az a dolog. Jó, srácok, akkor annyi, hogy akkor tényleg már menjünk haza, siessünk. Futok, mint a bolondok. Ez baráti egységek. Ugye nem nincs olyan túl messze, elég gyorsan el lehet oda jutni. Van ezt egy töltési zóna itt. Aztán annyi. Igen, át akarsz menni, át akarok menni, persze. És akkor eladom a cuccokat. Bár lehet, hogy az is tudtam volna gondolni. Hú, ott is lehet, hogy van keres... De mindegy, leadom mindenképp az küldetéseket. Ugye vannak küldetések, amiket nem adtam le nagyon régóta. Azokat ott leadom. És akkor folytatjuk tovább az utunkat ott a város fele. Ugye a bár fele. Azonban mindig... Ez, bazd meg, de ijesztegessé, haver. Mindig összefutok ilyen ellenségekkel. Lehet, hogy el kéne húznom mellettük, nem? Ugye gyors utazás nem nagyon van a játékban. Hát van például valami köcsög. Bár az szerintem nem ellenfél. Nem ellenfél. Egy stalker. Ugye ezeket is meg lehet növelni, hogyha nagyon akarod, mert miért nem?
Ja, gyorsan tudunk közlekedni. Ott küzd valaki kutyákkal, jó, hát ott rohadjon meg. Ja, haverunk, tudjátok, a Róka vagy mi neve. Na várjatok, és itt a tő... Bazd meg! Mi, elfogyott a izém, a kötszerem? Az elfogyott a kötszerem, nagyon durva. Akkor csak az F2-t nyomogathatom. És itt nem termelődtek újra véletlenül? Nem, ugyanúgy ott vannak a hullák, tök jó. Jó. Tök jó, jó sokáig tudok futni. Egyelőre akkor ezt az AK-47-est, az SMG-t fogom használni. A sörétest ezt ki is dobtam, ugye? A lőszerét azt gyűjtögetem, mert jó az a fegyver. De amúgy nem nagyon érdekel. Ez elég jó, és akkor úgyis majd fogom cserélgetni a még jobb fegyverekre. Ugye beérek a faluba. El is rakom a fegyvert, nyugodtan legyenek a csávok. Megnézzük, hogy kinek kell leadni. Azt mondom, hogy még ennek is kell leadni küldetést. Hol van? Hol az a gyerek? Ez nem... Mit kellene lennie? Vagy mi van? Te hallod? Tényleg random emberek vannak, akik itt nem is voltak. Te mászkálnak össze-vissza. Na haver, csinálhatom neked munkákat, ha nem baj. Munka miatt jöttem, oda nézzetek gyerekek. Tábor megsemmisítés, stalker. Munka kéne, van valami számodra? Öltük meg az öltükörű stalkert. Jó. Meg egy álkutya farok. Az meg azt hiszem... Nincsen nekem álkutya farkam. Hát ez hülyeség. Ez nem az. Nem, az csak kutya farok. Na, nézzünk üzletelést. Mennek már itt jó ruhák. De engem az nem érdekel. Ez mit keres nálam? Ettől vagyok túlterhelve. Nem baj, eladom, ha már itt van. És akkor eladjuk. Ez mi? Ezt is, ezt is, ezt is, ezt is. Ezt is, ezt is, ezt is. És ezt is. És akkor meghagyjuk azt a kettőt, jó? Várjátok, volt egy olyan, amelyik ugye sugárzásos téma volt, azt meg kéne hagynom. Hogy ezt meghagytam? Az a sugárzás, jó, meghagytam. 8500, oké. Okay. Jó, van 30 000. Ez 60 000. 24 000, nem költök egyelőre, még van valamennyi páncélom, majd valamit szerzek, akkor azt fölveszem. Jó, meg van, valamit ki kell nyírni, ugye? Ez beszélte itt. Ez... Gyere buszra a jutalomért, oda! Itt kóvászol valami fickó, úgy tesz, mintha zöldfülű lenne. Hát gyerekek, meglátogassuk akkor. A baj ugye... nem sok értelmét látom. Nézzétek még mennyire túl vagyok terhelve ezek az artefaktok, ezek semmi súlyuk nincsen. Rá kellett, hogy jöjjek. Jó, megyünk gyerekek, akkor inkább csináljuk a főküldetést kicsit. Meg úgyis elmegyünk abba, mondjuk úgy, hogy városba. Ott valószínűleg, hogy fogok találni, talán jobb fegyvereket. Eladósorba. Megnézzük, hát, hogyha kapunk egy, igazából van egy szkópot. Ha nem is kapnék jobb fegyvert, viszont erre a fegyóra, hogyha kapnék egy szkópot, az nekem nagyon jó lenne, ugye egy távcsövet.
Közben azért figyeljünk. Nem messze van ám az a stalker, itt van tőlem, nem messze. Nyakon vágjam. Valami zöld fül stalker, ugye? Annak adja ki magát, csak furcsa. Meglessük, itt van egy köpésre. Meg itt van egy titkos hely is, nézd. Baszod az anyád? Ajaj. Első segítsomag kellett. Baze. Csúnya volt, hallod? Van náluk ez a szar, nem tudom igazából, hogy gyűjtögetem őket, de nem nagyon akarják megvenni. Nem van az a hülye stalker. Ott van. De igazából azon gondolkozok, most ezt megölni? Érdemes ezt megölnünk. Szóval nem is lehet vele? Ja, ez az? És ez jó nekem, ezt megölöm? Semleges, hogy gyerekek, hagyjuk a csáva. Nem bántam én ezt. Na, menjünk akkor át a töltésen. Talán találok itt is egy utat. Jaj, óvatosan. Itt kerítés van végig. Menjünk fölküldetésre, hagyjuk. Én nem tudom, ez... Tudom, hogy ez egy videójáték, de akkor is nem tudom beleélni magam, hogy... Mondjuk megöljek egy ilyen ártatlan stalkert. És miért bántanám, nem igaz? Azt tudjátok, hogy ennek a stalkernek, a Shadow of Chernobylnak több befejezése van? Talán valami 6 vagy 7, nem is tudom pontosan. Ugye attól függően, hogy hogy játszol. Attól függő... Ugye attól fog függni ugye a befejezése. Egy csomó minden ugye morális kérdések felvetődnek a játékba, vagy pedig ugye hogy hogy döntesz, hogy kiket ölsz meg, milyen frakcióhoz csatlakozol, mert ugye... bazd meg. Ugye különböző frakciókhoz is csatlakozhatunk. Gyerekek, nem állok le ezekkel itt lövöldözni, ne haragudjatok. Van, nem tudom, valami jó pár fra... Tábor megsemmisítés és igertelen feladat. Jól van. Meg stalkerek közlekednek, mi? Ez régebben, vagy eddig nem őrizték ezt a posztot, itt banditák voltak, most meg kinézzétek meg. Ilyen random emberek vannak, és gitároznak meg minden. Tök durva. Igen, megyünk a következő területre, sőt, még egyet át kell mennünk. És éhesek vagyunk. Gyorsan. Megnézem, merre kell tovább menni, aztán akkor gyorsan megyünk is arra. Ott. Igazából az úton végig megyek, azt nekem az jó is. Ha véletlen megint lövöldöznek rám, akkor szerintem húzok a francba. Megnézzük, kaja van. Kajanukú. Jó van, kaját. Halljátok, szoktok lenni ugye. Hallottok, na. És pont nincs. Annyira nem sürgős, egyébként zöld jellel van még jelölve. Végig az úton, aztán jó lesz nekem. Gyors megnézem a hullákat kaja után azért. Az útbelsőket, itt van egy bőven útbelső hulla. Jó. Ez az. Valami. Három valami csoda. Ilyen haverok, figyelj, busz meg, várják a buszt. Én mondom, nem is haverok, hanem semlegesek, ugye van baráti,
Van semleges és van ellenség. Ott is mutat egy izét. Rejtek helyet, de hát ez hol van? Ott van. Hol van az a rejtek hely? Itt mutatja, itt. Ez ebben van benne, bazen, tök jó. Micsoda? Mutáns volt, de hülye vagy? Itt vannak, és kik, hol vannak a mutánsok? Ja. Sanyi, ne szórakozz. Jó, hát ez megölik ezek. Jó, ezek kemény gyerekek, mi? Valahol megint mutat valami titkos helyet. Ezért nem engedünk át mindenféle balféket. Hú, de kedves vagy, bazd meg. Na, megnézzük, talán átengednek minket. Ugye annyi, hogy be kéne ide mennünk. Nekünk az a küldetésünk. Kapj a stalker, hülye vagy? Miért nem mehetek tovább? Szolgált terület. Szolgált területe. Ki is engedtek, oké, csapos szólt nekünk rólad, mehetsz. Üdvözlőjük a csapost, jó, kösz, haver. És ha ezeket én itt kifingatnám, akkor lehet, hogy az nem tettne jót, ugye, a reputációmnak. Meg gondolom lőnének mindenhol rám. Ez elég olyan kellemetlen lenne. Na, egy töltési zóna van megint, és akkor elvileg egy újra területre érkezünk, ahol meg nem voltunk. Ami nem más, mint egy ilyen lakott, civilizált terület, gyakorlatilag egy városként üzemelő gyártelep. Jó, inkább fegyverrel menjünk szerintem. Valaki ott volt, vagy valami ott volt. Túl le. Kutyák, vagy ilyen szar? Jó. Ezért kegyenes. Kocsit meg egy kicsit. Mi van, bazd meg? Szivattak, ugye? Hülye vagy? Gyerekek, voltak vagy 80. Tudod mit, befutás? Széttépkedték a dolgozókat, nagyon fasz. Jó. Itt már elvileg biztonságban leszek, jelenleg írtják őket. Micsoda kis menedék van? Mi az? Hova lehet menni itt? Mindig érdekel az ilyen kis dugott hely. De nem olyan dugott. Ja, fegyvert rakjam le, jó, oké. Számoztak, gyerekik! Na, hova kell mennem? A csapossal kéne beszélnem. Ami azt jelenti, hogy itt van nem messze. Ne, ezt az egészet így be lehet járni. Ja, itt van. Arra elmegyek, és akkor balra. Fasza. Ez egy ilyen őrzött terület. Tele van egyébként stalkerrel, ha minden igaz. Hédereznek, alszanak, meg mindent csinálnak. Hú, basszus, itt milyen lenne, hallod? Azt csinálni halljátok, hogy... Fognám, azt betámadnám ezt az egészet. Itt megpróbálom kiirtani az összes stalkert. Ja, aréna, ott is lehet izélni például, csapatni. Itt a kocsma, bar.
Ó, való. Munkába bemenni, bazza, more. Nem erre. Hol van a kocsma? Itt a kocsma. Bejöttem, bazza. Sziasztok! Adjatok egy italt! Kenyeret lopom el! De nem mehetsz be, jó? Beszélünk a csapossal akkor. Ha? Ide le tudok rakni ezekbe a lárákba, rá tudok pakolni és nem tűnik elvileg. Ma nem beszélget csapos. Elhoztam. Nagyszerű munka megjelölt, végre megvannak az iratok, most már át kell néznem őket is tovább. Ki tudom okoskodni, hogy lehet eljutni északra. Mert ugye az áramű környékére akarunk. 5000 pénz, na. Na, mit kell csinálni? X18-as labor második kulcsát. Kihozod a második köteg iratot. Ne felejtsd elszerezni egy védőruhát, vagy az életben nem jutsz el a laborig. Szóval vállalod? Persze. Most egyelőre... Ezért akartam a árucsere. Na gyerekek. Mennyi egy ilyen? 16 000 oda nézzé. Milyen lőszert használ? 56-os. Ez milyen lőszer? 45-ös. Mi az az 556-os? Ez? Nem. Ez. Csak ez már megint egy külön lőszer, és ezt a puskát csak ezzel a lőszerrel tudom használni, mi? De ez valami fasza lehet. De mit cseréljek le rá? Zajamcsi dög lehet. Nem, brit. IL 86-os. A gyerekek. Ez a baj, az AK-ban szerintem annyi lőszer van, mint a sár. Tudok találni, ugye? Hoppá, még van páncéltörő lőszerem is hozzá. Meg van gyerekek, szerintem ezt nem érdemes megvennem. Ne haragudjatok. Hó! Ezt honnan szereztem? Várjál ma! Van egy ilyen páncélzatom. És ez nagyon fullos. Jó, akkor a másikat ezt eladom. Jó, van 37 000-ünk, nem olyan túl sok, de nem is rossz. Nagyon félelmetes, hogy igazából nem nagyon érdemes semmit vennem. Hova kell mennem? Hova túróba kell mennem amúgy? Milyen feladat? Lopózz be a bázisra, milyen bázisra van? Ja, ott mutatja, aha. Come here. I've always got something interesting for people like you. Ide kell jönnöm, és akkor itt kell. Alagút. Cső. Laborbejárat. Lehet, hogy egy kis melléküldetéseket kéne csinálnom. Öld meg a katonát, pusztítsd a banditákat a szeméttelepen. Szeredj meg egy húsi szemét. Húscafat képződmény, az kb. Ugyanazok, hát ezeket én nem csinálgatom most. Jó van gyerekek. Az a szitu. Hogy? Megcsináljuk a küldet és megpróbáljuk, jó? Megyünk oda, ahova kell. Ki kéne innen jutnom? Te Isten! Erre jöttem volna erre? Erre, ugye? És akkor itt jobbra. Szevasztok, csákok! Jók legyetek! Raketír gyerekek! Na! Fügyver! 600 lőszerem, csak elég lesz.
Nem mondod. Lőjetek, buzaránsok. Nem ahogy ide nem jönnek el, hallod? Köcsögök. Valahogy nincs kedvem küzdeni velük, gyors menekülök. Csak azért, mert nem pazarlom a lőszert, ugye van ezt elég bajom ezen kívül is. Jó, elmegyünk, megpróbáljuk megcsinálni a küldetést, gyerekek. Be kell jutnom valamilyen laborba, és onnan megszerezni a dokumentumok második részét. Azért, hogy ugye eljussunk éjszakra, nem tudom, ahhoz miért kell. De jó van, és szerezzek egy védőruhát, vagy pedig meg fogok dögleni elkezdi. Az meg ne! Elkapott egy ilyen anomália? Basza, végre kijutottam, úristen. Felkap, széttép, megdög lesz. Na és akkor elvileg most megint egy olyan helyre megyünk, amiben még nem voltunk. Megyek torony iránt, remélem, hogy el tudok menni. Fényképeztek, gyerekek. Túl gyorsan mentünk. Trafipax. Ó, hát ez jó sugárzó rész. Ári, beszéltek nekünk? Megpróbálok gyorsan menni. Aha, jó. Oké. Okay. Na, ez egy teljesen új szituáció. Be kell jutnunk valahova, és akkor ki kell írtanunk mindenkit, gondolom megint. Okosan. Ez igaz is, elnézést. De nem tudom, azon gondolkozok, hogy a következő részben történjen ez meg, vagy pedig ebben a részben. Mit gondoltok? Sugárfertőzésem van. Beküldünk egy inekciót. Jó. Azon filozok, hogy lehet, hogy a következő részben kéne ezt megcsináljuk, ezt az egész küldit. Hol vagyunk? Hát, hogy ezt nem mutatja mindig. Ahol vagyunk, és akkor oda be kell jutnunk, ugye? Gyerekek, szerintem ez nagyon brutál lesz, ezt itt elfoglalni meg minden. Úgyhogy a következő... Úgyhogy ez... Következővel ez valaki kiabál. Na, sziasztok!